Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2020. június 23-án este 7:30-kor. Megérkezett a véna szkenner a kalocsai kórházba. Az eszközt a gyermekosztály új főorvosa vette át. Személyi változások egyházmegyénkben. Újabb 5 évre megerősítették Fülöp Ernő atyát a kalocsai esperesi kerület teendőinek ellátásában. Szabadtéri ballagás Eperföldön. 2 osztály köszönt el az iskolától. Június 22-én kedden a kalocsai Szent Kereszt Kórház gyermekosztályán került átadásra az a véna szkenner, amely dr. Körmendi Szabolcs kezdeményezésére a Kalocsai Jövőért Egyesület közreműködésével került beszerzésre. Az eszköz Szívos Etelka főigazgató helyettes és a gyermekosztály új osztályvezető főorvosa vette át. Bő egy évvel ezelőtt számoltunk be arról, hogy dr. Körmendi Szabolcs a Szentgyörgyi Albert díja mellé járó pénzjutalmának egy részével adománygyűjtő kezdeményezést indított útjára, hogy egy vénaszkenner beszerzésével támogassa a Kalocsai Szent Kereszt Kórház gyermekosztályának munkáját. Váradi Richárd fiatal apuka keresett meg engem azzal, hogy a Kalocsai Jövőért Egyesület nem állna-e amögé a cél mellé, vagy amögé a kezdeményezés mellé, hogy a kalocsai gyerekosztály számára egy vénaszkennert beszerzését támogassuk. Ugye neki pici gyermeke volt, most szerencsére már a második kisbabájukat várják, úgyhogy innen gratulálok ehhez neki. Viszont nagyon nehezen lehetett tőle vért venni. És látott erről felvételeket, videókat, hogy milyen jó dolog ez a készülék, és segítsünk ennek a megszervezésében. Ugye akkor kaptam én meg a Szent Györgyi Albert díjat, aminek egy részét felajánlottam a gyűjtés megkezdésének, illetve magát a gyűjtést is megszerveztem. A tüdőgyógyász elmondta, hogy az adománygyűjtés során példaértékű összefogásban volt része, amellyel sikerült megvalósítani az eszközbeszerzést. Én azt gondolom, hogy ez a cél, ez pont egy olyan közösséget hozott össze, még ha nem is úgy, hogy együtt voltunk egy helyen, hanem hogy egy cél érdekében mindenki egyet akart, és ez egy olyan összefogás, ami igazából mindenen túlmutatott. Túlmutatott politikán, társadalmi rétegen, túlmutatott városon is, mert nem csak Kalocsa környéke, hanem még messzebb lévő közösségek is adományoztak. Ugye én ezt külön szeretném megemlíteni a Fiat Barketta klubot, aminek tagja vagyok, és ők is adományoztak vele, de ugyanúgy a Kalocsa Kamara Kórus, a Kalocsai Futballklub, a Kézilabda Egyesület, és még nagyon sok magánszemély, cég adományozott ebbe a készülékbe bele, hogy ezt meg tudjuk vásárolni. Technikai okok és a koronavírus járvány miatt a vénaszkenner átadására most kedden, azaz június 22-én került sor a Kalocsai Kórház gyermekosztályán. Az eszközt az intézmény igazgató helyettese és az osztály új főorvosa közösen vette át. Eddig Kecskeméten a megyei kórházban dolgoztam, gyermekintenzíven gyermekosztálynak a rosszulat részlegen. 25 éve vagyok most már gyermekorvos, ebből 15 évet kiskolasson, ugyanilyen kis városi kórházban töltöttem, ott is szereztem ezzel kapcsolatot, tapasztalatot, és az utóbbi 10 év volt, amit Kecskeméten töltöttem. A gyermekgyógyászat szakvizsga mellett van neonatológiai szakvizsgám, és ez kimondottan szükséges itt ennek a munkakörnek az ellátáshoz, hogy az újszülött osztályt és a gyermekosztályt is egyben el tudjam látni. Dr. Szvorány Gábor nagyon örült az új eszköznek és az örömteli fogadtatásnak is egyaránt. Kiemelte, rendkívül jó érzés megtapasztalni, hogy a városnak és az itt élő embereknek mennyire fontos a kórház és a gyermekek ellátásának megkönnyítése. A vénaszkenner mellé 2 felújított infúziós pumpát is kapott a gyermekosztály, az Optitech Plus Kft. Ügyvezetőjének, Palotás Árpádnak jóvoltából. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyház megyében Bábel Balázs érsek 2020. augusztus 1-i hatállyal több személyi változásról döntött. Például a kalocsai kötődésű Csorba Dávidot a bajai Szent József plébánia plébánosává nevezte ki, és Fülöp Ernő atyát megerősítette újabb 5 évre a kalocsai esperesi kerület teendőinek ellátásában. Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti Főegyház megye érsekének határozata szerint augusztus 1-jével személyi változások történnek az egyházmegyén belül. Az új rendelet városunkat, illetve a környékbeli településeket is érinti,
hiszen többek között a fajszi plébániát a fogtői plébániához csatolta. Az eddigi fogtői plébános atya dr. Kéri Benedek katonáz atya, ugye ő szerzetes egyébként visszatér a ciszterciánc szolgálatába, úgyhogy fogtőn új plébános atya kezdi meg a szolgálatát Tuzson Attila személyében, aki kiskunfélegyházi káplánságból kerül fogtőre, a fogtői, az uszódi és a fajszi plébániák ellátása lesz a feladata. A kalocsai kötődésű Csorba Dávid 2016 nyarán lett pappá szentelve városunkban, ő is új helyen folytatja tovább munkáját. Csorba Dávid kalocsai származású kiskohalasi káplán atyát érsek úr felmentette a káplánságból és kinevezte Bajára, a Szent József plébánia plébánusává. Egyébként kápláni áthelyezések természetesen történtek, a káplánatyák pár évente forognak, újabb helyekre kerülnek. Talán a környékben meg kell említeni még azt, hogy miután Burányi Roland atya elkerült központi szolgálatra, utána Fekete Szabolcs eddigi bajai plébános úr lett a keceli plébános, a jelenlegi keceli káplán Tápai Péter atyát a főpásztor Kiskunfélegyházára, az óplébániára helyezte ugyancsak káplánnak, és Kecskemétről Tóth Tibor atyát helyezte a Kecelre kápláni beosztásba. Az augusztusban életbe lépő határozat szerint Fülöp Ernő atyát Bábel Balázs érsek megerősítette újabb 5 évre a kalocsai esperesi kerület teendőinek ellátásában. Én papnövendékként is sokat jártam Kalocsára, immáron pedig most fejezem be a 11. és most kezdem a 12. évemet plébánusként, illetve esperesként a városban. Nyilvánvaló, hogy sok-sok kihívást jelent ez a lelkipásztori feladat tekintettel arra, hogy egy érseki székhelyéről beszélünk, ami 1000 éves múltat tudhat magáinak. Sok-sok feladatot és kihívást jelent, de szeretettel és imával jó végezni ezt a szolgálatot. Az atya számára az oktatás, a nevelés ügy a fő feladat, és ez áll hozzá a legközelebb is. A kalocsai Eperföldi Sportiskolai Általános Iskolában szombaton délelőtt szabadtéren tartották a ballagási ünnepséget. A 2. 8. osztály tagjai búcsúzhattak el az iskolájuktól. A Kalocsa televíziós tábja a 8. A osztály ballagási ünnepségét kísérhette végig. Az intézményben amellett döntöttek, hogy nem online ballagást szerveznek végzőseiknek, hanem külön-külön búcsúztatják el a gyerekeket az udvaron, a hatalmas fák árnyékában. A diákokhoz nem csak egy-két családtag kaphatott meghívást, hanem többen is. Ennek köszönhetően nagyszülők, távolabbi rokonok, barátok is átadhatták már az ünnepség kezdetén a virágcsokrokat, ajándékokat a ballagóknak. A 7-esek búcsúztató beszéde után Havasi Laura, Reményik Sándor, Mi mindig búcsúzunk című versét adta elő. Vajda Henrietta intézményvezető Böjte Csaba gondolatait osztotta meg a diákokkal és a vendégekkel. Egyszer Böjte Csaba felettes szerzetes mondta, hogy az életünk olyan, mint egy marék aranykor. Rendkívüli érték. Rajtunk múlik, hogy mit kezdünk vele. Ha bátran és jól használjuk, akkor kamatozni fog. De ha csak a kezünkben tartogatjuk, akkor kipereg az ujjaink közül. Simon Zoltán alpolgármester több diáknak is adhatott át oklevelet ebből az osztályból az elmúlt 8 évben végzett munkájáért. Az év tanulója pedig Kovács Hanna Rita lett. Minden diák osztályfőnökétől vehette át az általános iskolai tanulmányait jelképező iratot. Végül jól ismert ballagási dalokkal kísérve sétáltak végig, még egyszer utoljára az intézmény udvarán a 8-os diákok. Egy életmentő kiadványon dolgozik Szejsz Tibor kalocsai mentőtechnikus. A kézikönyvben olyan gyakorlati tanácsok és szakszerű fogások kapnának helyet, melyek a laikusok számára is gyorsan és könnyen elsajátíthatóak lennének. A mentős célja fizette, hogy szélesebb körben ismertesse meg az emberekkel az életmentő technikákat. Szejsz Tibor kalocsai mentőtechnikus közel 30 éve dolgozik a Magyar Országos Mentőszolgálatnál, mely mellett több mint 20 éve hivatásos elsősegély oktatóként is tevékenykedik. Több száz elsősegély nyújtásról szóló előadást és bemutatót is szervezett már, az embereket tanítva. Ezért nemrégiben ezüst emlékérmet is átvehetett. A kalocsai mentő számára úgymond életcéllá vált az elsősegély nyújtás népszerűsítése és oktatása, így most egy kézikönyvön dolgozik, mely ezeket a gyakorlati tanácsokat foglalná össze. Van egy régóta dédelgetett álmom, hogy írjak az elsősegély nyújtásról én is egy valamiféle nyomtatott
füzetecskét vagy kiadványt a saját stílusban, egyedi stílusban, ami nem az évente változó szigorú szakmai előírásokat tartalmazná. Ezek is fontosak, de ezeket meghagyom a vizsgafelkészítésekre, hanem általános érvényű józan paraszti ajánlásokat, amivel bárki a saját maga szintjén tudhat segíteni másokon, ha szeretne, és amivel biztosan nem tud ártani egy bajba jutottnak. A kiadvány azonban még csak a tervezési fázisban van, a megvalósítása még várni kell. Ennek a megvalósulására jelenleg még nincs túl reális esély. Azért mindenki tudja, vagy sejteti, hogy egy nyomtatott kiadványnak a létrehozása nem csak rengeteg energia, hanem sok-sok pénz is egy magányos harcosnak, de minden esetre én folyamatosan locsolgatom ennek magvait. Ugyanis az életmentő blogot vezet és újságcikkeket is ír, így született meg benne a könyv megalkotásának is az ötlete. Továbbá tanácsait és gondolatait a közösségi médiában is követhetjük, hiszen ott is folyamatosan jelen van és népszerűsíti az újraélesztést és az életmentést. Egy évvel ezelőtt létrehoztam a Logikus Elsősegély névre hallgató közösségi profiljaimat. Jelen vagyok ezen a néven a Facebookon, az Instagramon, YouTube-on, még Pinterestem is van, és itt igyekszem napi eseményekre reagálni, egy-egy médiában felröppenő balesetre, vagy olyan félelmekre, amik sok embert jellemeznek, és gyakorlati tanácsokat adni. Nagyon népszerűnek bizonyul, mert mára már közel 10 000 követőm van. Szejsz Tibort az életmentés népszerűsítéséért nemrég díjazta a Vörös Kereszt kalocsai és területi szervezete. A munkát továbbra is folytatja. Remélhetőleg a kalocsai életmentő kiadvány is hamarosan megszülethet. Mindenképpen marad online vonala is a jövőbeni kékmadár fesztiváloknak, így döntöttek a szervezők. Nagyon jó tapasztalatokkal zárult az idei rendezvény, mely az interneten volt követhető. Számtalan új követője lett, és már most vannak olyan fellépők, akik elígérkeztek a következő rendezvényre. Egyértelműen szerencsés volt az idei Kékmadár Fesztivál. Kezdődött a nagy sikerű adomány gömbbel, mely több 100 000 forintot gyűjtött össze pár nap alatt, majd folytatódott az online rendezvénnyel, amely, mint ahogy korábban beszámoltunk róla, nagy nézettséget produkált. Azt mondta nekem a Wolf például, azt mondja, Gyuri, hányan látták? Mondom, 43 000. Mennyi pénzt hoztunk össze? Mondom, közel 3 000. Azt mondja, miről beszélünk? Azt mondom, ez elképesztő eredmény. És ráadásul az, épp most itt jöttem a fő utcán, hogy sétáltam, mindenki oda jött gratulálni, és hogy azt mondták, hogy ezek után jövőre biztos tömeg lesz, mert hogy annyian látták a fesztivál, újak. Tehát ugye sok régi megmaradt, hála Istennek, de jött sok új, aki korábban nem is hallott róla, vagy nem is tudott eljönni. A szervezők úgy gondolkodnak, hogy az online része valamilyen formában meg fog maradni a hagyományos lefolyású fesztiválnál is. Kinyíltunk a világra. Nagyon sok hátránya van az internetnek, de nagyon sok előnye is van. Hogy ennyi ember el tudott jönni, ennyi ember rá tud csatlakozni. Hát, ha jövőre is meg lesz a kedve hozzá, hogy akár ha jövőre csinálunk valamilyen online részletet, mert biztos csinálunk, valamit megtartunk, egy koncertet, amit úgy közvetítünk online, vagy kicsit beszélünk hozzá, valami biztos lesz. De hogy a rajongó, vagy követő, vagy megfigyelő közönség, az így jóval nagyobb lett, mint egyébként szokott lenni. Jó hír, hogy már most vannak olyan fellépők, akik jelezték, hogy szívesen részt vennének a következő fesztiválokon. Azt mondta Dés, hogy akkor a 30. fesztivál, valamire Laci azt gondolta. Mondtam neki, hogy ezután ez egy kötelezmény a rád nézve, mert ha azt mondod, hogy a 30. fesztivál, akkor 30-on itt kell lenni, de jövőre csak a 29. lesz. De ugye a Bikini az azt mondta a Lojzia, szintén a felvételen, hogy idén nem tudtunk jönni, de akkor jövőre mindenképpen jövünk, sőt a Mácsai Pali egy másik tévés interjúban azt mondta, hogy ha Gyuri szól, akkor jövőre jövünk. Már van egy titkos tervem, csak apám ne lássa ezt, hogy neki az a vágy, hogy a Beethoven 9. szimfónia egyszer elhangozzon. Évek óta próbálom, azért az kórus, szólisták, zenekar, karmester, minden nyavaja kell hozzá, de most úgy tűnik, hogy van egy biztos ígéretem jövőre. Tehát úgy néz ki, hogy ha már ez a 3-4 dolog megvan jövőre, akkor már a fesztiválnak egy jó része kialakult. A Lakatos Györggyel készült teljes beszélgetést június 30-án este 7 órától a Múzsában láthatják a Kalocsa TV nézői.
Folytatódott a falu szépítés Ordason. Szombaton délelőtt először a játszótéren dolgozott az a közel 20 önkéntes, aki aztán a kemence környékét is rendbe tette a tájház udvarán. Kerítést építettek, csiszoltak, játékokat festettek, gazoltak, homokot gerebjéztek a segítő szándékú és tenni akaró emberek a játszótéren, hogy biztonságosabb, szebb körülmények között lehessenek az odalátogató gyerekek. Ezért döntött úgy a képviselőtestület és egy kis közösség, hogy saját erőből megvalósítjuk ezt a kerítést, és sok jó szándékú, jó lelkű embernek a segítése kellett ehhez. Most a hétvégén több mint 20-an összejöttünk, és segítségünkre volt a Jánosi Fatelep kedvező anyagárával, és még egy elszármazottunk, illetve a kétvet házat, Heisner Dániel, aki irányította ezt az egész munkálatokat. Az utóbbi időben több embertől érkezett jelzést, hogy valamit tenni szeretne a faluért. Nagyon jó volt ezt hallani, mert sokszor megállapítottam, hogy sok ötlet van, csak nincs, aki véghez vigye, megvalósítsa ezeket az ötleteket, és jó volt megtapasztalni azt, hogy cselekvő, tenni akaró emberek jelentkeztek, és odaszánták a szombat délelőttjüket, sőt páran még a délutánjukat is, hogy megvalósuljon ez a játszótérnek a körbekerítése. Folytatódik ez a faluszépítő program, hiszen vannak még helyek Ordason, ahol időről időre elkér a segítség. És így a közösség is épül, összekovácsolódik. A Dunapartunk ugye nagyon szép, mint említettem, és arra is ráfér tereprendezés, ott is vannak padok, asztalok, ezeknek a felújítása, a fáknak a körbe koncsolása, illetve hát körbevágása, virágosítás, és ezt július 4-ére szervezzük ezt a következő programot. Hát bízunk benne, hogy ahogy megmozdultak most, biztos vagyok benne, hogy jó pár falunk belé el fog jönni erre a Dunapart rendbetételére. A hétvégén még a tájház udvarán található kemencét is rendbetették. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel és híradóval holnap is várjuk Önöket. Műsorainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét és kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra!